Ma hajnalban kigyulladt a Bukaresti Matei Bás járványkórház koronavírusos betegeket kezelő osztályának egyik korterme. Ez a sokadik hasonló tűzeset az elmúlt néhány hónapban. A román hatóságok közlése szerint a tűzben öt beteg életét vesztette. Összesen 28 tűzoltóautót, 4 mentőegységet és 10 személyszállító kis busz vezényeltek ki ma reggel 5 órakor a Bukaresti Máté Báls járványkórháznál kiütött tűzesethez. A tűzoltók kiérkezésekor 100-120 négyzetméteres felület állt lángokban, amelyek négy kórtermet érintettek. Az épületből 102 pácienst evakuáltak, a hatóságok szerint három személy a tűzben vesztette életét, és további kettőt sikertelenül próbáltak újraéleszteni. Más nem szenvedett égési sérülés. Klaus Johannis államfő szerint gyorsan le kell vonni a következtetéseket és megoldásokat kell találni. Szerintem itt a romániai kórházak strukturális problémájáról van szó, és arra kértem az új egészségügyi minisztert a néhány hete, valamint a mai napon folytatott megbeszélésünkön, hogy gyorsan dolgozzon ki egy reformtervet az egész romániai egészségügyi rendszer számára. Az eset kapcsán Florin Kucu kormányfő hozzátette, a beavatkozás gyors és hatékony volt, a helyzetet a lehető leghamarabb stabilizálni tudták, Románia azonban nem engedheti meg magának, hogy több hasonló eset történjen. Ezt a moment, itt az ideje, hogy mindenki megértse, hogy ez így nem mehet tovább. Az erőforrások 90%-át nem költhetjük csak kifizetésekre és jutalékokra, Egyre több forrást kell elkülönítenünk arra, hogy az ilyen tragédiákat elkerüljük a jövőben. Utoljára novemberben a Köi megyei kórház intenzív osztályán csaptak fel a lángok, akkor tíz szemévesztette életét. Bukaresben jelenleg is folyik a vizsgálat a tűzokának kiderítésére, egyes hírek szerint improvizált fűtőberendezés okozta a tüzet, a hatóságok még nem erősítették meg ezt a hírt, egyelőre nem bocsátkoznak találgatásokba.